Kiemelkedő eredményeket értek el a Mezőkövesdi Triatlon Egyesület sportolói az év első felében megrendezett viadalokon. A metri versenyzői már télen elkezdték a felkészülést a 2011-es esztendő megmérettetéseire. Az első jelentős esemény a Bogács és Bükzsérc között megrendezett latyafutás volt február végén, ahol a klub sportolói közül Papp Csilla és Takács András a dobogó legfelsőbb fokára állhatott föl. Ezt követően a metri versenyzői egy hónapig készültek az országos duatlon ranglista versenyre, melyet Somogyszélen bonyolítottak le április elején. Ott az felemásra sikeredett, mert a felkészülésben a kerékpározást nem tudtuk úgy megcsinálni, hogy szerettük volna, az időjárási körülmények olyanok voltak, amilyenek. Futásunk jó volt, kerékpárban egy kicsit nem úgy sikerült, de amúgy szépen teljesítettek a versenyzőink. A következő versenyünk pedig hosszú szünet után lett a Mezőkövesdi Duatlon országos bajnokság, május 7-én, amit az egyesületünk vállalt fel, hogy mi rendezzük meg. Hát itt szeretném még egyszer megköszönni a szponzorainknak, a támogatóinknak a hozzáállását, a Mezőkövesdi önkormányzatét, a rendőrkapitányság és a polgárőrségnek a jó közreműködését, hogy sikeresen és balesetmentesen meg tudtuk rendezni ezt a versenyt. Közmegelégedésre 540 fő vett részt ezen a versenyen. Visszajelzések alapján a versenyzők azt mondták, hogy jó volt. A következő versenyünk volt a Tisza Triatlon és Diák Olimpia. Ott szintén jó szerepeltünk. Részt vettek a gyerekek a országos Diák Olimpián, ami Martfin volt. A következő versenyünk pedig volt a 60-i ranglista verseny, ahol hát ott a körülmények megint nem kedveztek nekünk, neoprénbe kellett volna úszni. Hát 19 fokos volt a túlnak a vize, hát mindenki túlélte. Azoknak volt jó a nagyobbak között már, akik neoprénbe úsztak. Ez volt két héttel ezelőtt. Már múlt héten pedig volt egy ilyen futóversenyünk, a déli báb futás, ahol szintén jó szerepelt a csapatunk, ott Papp Csilla lett 14 kilométeren első, Takács Andris 21 félmaratonon 8. lett, de az helyzet, hogy itt az elemekkel is meg kellett küzdeni, árnyékban volt 40 fok, tehát tűző napon kellett futni, mindenki tudja, hogy a Hortobágyon ott nincs árnyék. Aztán részt vettek itt a Pető Katalin 7 kilométeren, Juhász Benyámin 7 kilométeren, Berta Gábor 7 kilométeren, szintén nagyon jó helyezést ért elő, 5. lett, és akkor Csörgő Péter volt a legfiatalabb versenyzőnk 7 kilométeren, tehát ők mindenki sikeresen teljesítette. A szakember elégedett a sportolók első fél évben nyújtott teljesítményével. Nagyon jó szerepelnek az utóbbi időben a futóink, tehát önértelme, hogy futóversenyeken. Tehát a Berta Gábor és a Juhász Benyámin az egy nagyon jó páros tud alkotni edzésen is, meg versenyen is. Ha tudnák azt hozni néha versenyen, amit edzésen produkálnak, akkor mindenki a csodájára járna nek a két futónak. Tehát azt lehet mondani, hogy itt edzéseken tudnak 3.15-ös, 3.20-as kilométereket 3000 méteren. Tehát 3000 méterre meg tudja 9.30, ami nem rossz idő már ezen a szinten. Tehát aki már ezt tudja, az tud valamit. A úszásokon lehetne még mit fejleszteni. Most úgy gondolják, hogy rendesen meg lelkiismeretesebben járnak ki úszni, mint eddig az iskolai elfoglaltságuk miatt. Kerékpározás az meg, hogy is mondjam, alapból jó nekik. Ott meg a kilométereket fogjuk majd gyűjteni a nyáron. A versenyzők közül Papp Csilla szerepelt a legjobban, aki több rangos viadalon is első helyen végzett. Az első szezoni triatlonunk az Egerbe volt. Ott a korcsoportomban első lettem. Aztán voltunk Martfűn, ott is elég jó helyezést értem el, ott harmadik lettem. Aztán voltunk még ugye Tiszaújvárosban, azon sajnos nem tudtam részt venni, mert az ujjaim hát begyulladtak, és így nem tudtam úszni. Így még futóversenyen ugye részt vettünk a déli báb maratonon, ami Hortobágyon volt. Hát ez egy élmény volt számomra, mert hát azért 38 fokban futni kegyetlen, és ráadásul 14 kilométert,
Már majdnem, hogy a túlélésre mentünk, mert annyira meleg volt. Hát végül is a helyezésem az jó lett, mert ezt is megnyertem. Hát a következő verseny, amire még nagyon szeretnék készülni, az a Jabil. Az is szintén 14 kilométer lesz, úgyhogy azon szeretnék még jó helyezést elérni. És hát emellett még volt azért két fontos verseny, méghozzá a Coca-Cola maraton, illetve a Diák olimpián is szépen szerepeltél. Ja, igen, a mezőkövesdi Diák olimpia, ugye az duatlon volt, azon is harmadik lettem, és a Coca-Colát, igen, azt megnyertem. Az a kedvenc futóversenyem. Hogyan értékeled összességében az elmúlt fél éves teljesítményedet? Hát így az eredmények alapján meg vagyok elégedve magammal, de úgy érzem, hogy nem edzettem olyan túlságosan nagy erőfeszítéssel, úgyhogy azt hiszem, hogy még bírnék többet. Mit vesz magadtól az elmúlt, illetve a következő fél évben? Hát minél több eredményt. Ugye tovább tanulásomhoz is minél több pontot tudjak szerezni ezzel, minél több olyan rangosabb versenyen részt venni. Berta Gábor felkészülését betegség és sérülés nehezítette az első fél évben, ennek ellenére a fiatal sportoló szép eredményekkel büszkélkedhet. A szezon igazából a latyafutással kezdődött, ott sajnos meg voltam fázva, úgyhogy ez nem sikerült valami jól. Aztán volt egy duatlon verseny Somogyszélen, az már jobban sikerült, ott jó formában voltam. A középmezőnybe sikerült beérnem. A kövesdi duatlon versenyen sajnos nem tudtam elindulni, mert egy sérülésem volt. Utána jöttek a triatlonok, 60-ban voltunk most legutóbb triatlon versenyen. Ott az egész jól sikerült, főleg a bringa és a futás része. Hát az úszáson még kell fejlődnöm. A jövőben Balaton átúszás lesz legközelebb, azt szeretném teljesíteni. És lesznek még futóversenyek, amiken átdobogós szeretnék lenni. Összességében mennyire vagy elégedett az elmúlt fél éves teljesítményeddel? Hát elégedett vagyok a fél évemmel. A következőt szeretném még jobbra teljesíteni. Juhász Benyámin szintén több versenyen nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Hát évelején volt egy latyafutás nevezetű esemény, ezen negyedik helyezést tudtam elérni. Én is meglepődtem meg, jó eredménynek tartom ezt a helyezést. Utána voltak több triatlon, illetve duatlon versenyünk voltak különböző távolságokban. A Somogyszél duatlon versenyen ott legjobb 20 között szerepeltem, és arra az eredményemre úgy boldogan emlékszek vissza. Hát a mezőkövesdi duatlon versenyem az is jól sikerült, habár ott annyira nem vagyok megelégedve a saját teljesítményemmel, meg a legutóbbi E.ON déli báb futóversenyen az is jól sikerült. Összességében mindent egybevetve mennyire vagy elégedett az elmúlt fél évvel? Hát úgy gondolom, hogy még rá kéne feküdni a dolgokra és oda tennem magam, hogy még ezeket az eredményeket tudjam fokozni, és hogy úgy benne tudjak maradni azon a helyen, és fentebb emelkedjek, mint hogy most el vagyok helyezkedve. Még az a sportág véleményed szerint, amiben a leginkább szükséged van arra, hogy fejlődj ahhoz, hogy minél eredményesebb tudjál lenni? Hát szerintem ez az úszás. Pető Katalinnak szintén a latyogfutás volt az első versenye ebben az évben, melyet tisztességgel teljesített. Voltunk Tiszaújvárosban utánpótlás akvatlonon. Ott lettem második. Ugyanígy Martin voltunk, ott triatlon volt, ott 25. lettem, Kövesden volt még duatlon, 15. lettem. Te összességében mennyire vagy elégedett az elmúlt fél éves teljesítményeddel? Hát lehetett volna jobb is, de elégedett vagyok. Mi az, amiben a leginkább szeretnél fejlődni? Hát állóképesség leginkább. A klub versenyzői több rangos viadalon fognak elindulni az év második felében. A következő kiemelkedő megmérettetést Fad Domboriban rendezik meg, ahol a Triathlon Tour 5. fordulóját és az Aquathlon országos bajnokságot bonyolítják majd le augusztus 6-án és 7-én. Ezen kívül egyebek mellett Egerben, Jászberényben, Mezőtúron, Miskolcon és Tiszaújvárosban is rajthoz állnak majd a kövesdi sportolók ebben az évben.